Már nincs olyan társadalmi csoport, akiket nem sértettek meg, és ehhez képest még csak ennyien vagyunk. Értem én a gazdasági velejárókat, hogy ugyanakkor szeretném megvilágítani azt a kérdést, hogy ha az állam annyira meg akarta volna tartani ezt az 1200 embert, akkor több pénzt csoportosított volna át a postásokhoz. Nektek itt a jövőtöket herdálják most éppen el, úgyhogy... Nyilvánvalóan minket dolgozókat nagyon súlyosan érint, a vezetőség viszont nem úgy reagál, ahogy mi szeretnénk. Sziasztok! Mai nap ellátogattunk a postásztrájkra, amely azért került megrendezésre, mert az utóbbi napokban 1200 postást elbocsátottak a munkahelyükről. Ti miért vagytok ma kint? Nekem az édesanyám tanár, és minden tanártüntetésre kimentem vele, és úgy gondolom, hogy a dolgozóknak a megfelelő fizetés az egy nagyon fontos dolog, és például a postások azok egy nagyon fontos munkát végeznek el, szóval ezért vagyok itt jelenleg. Hát én nem is feltétlen magam miatt vagyok itt, én egyébként kamionsofőr vagyok a Magyar Postánál, nekem feltétlen nem rosszak a munkakörülményeim, és ugye a megbecsülésemet se érzem rossznak, viszont nagyon sok olyan kollégám van, akinek nem megfelelő az anyagi juttatása, nem jó a bérezése, és a megbecsülése is nagyon alulértékelt. Itt van március, egy 25,7%-os inflációnál jelenleg a postások kaptak vagy 3% béremelést. Egyszerűen szégyen. Új! Azt kaptátok meg most a plusz 50 000-rel, ami 33 000 nettó, amit majd a decemberi évvégi jutalomból, vagy hűség jutalomból most odaadtak egyszerűen tűzoltásszerűen. Az a 2%, ami a 3 évesnek a megállapodása, ezt ha összeadjuk, az durván 3%, egyszerűen elfogadhatatlan. Én a kollégáim miatt jöttem ki elsősorban, mert ők minimálbérrel kaptak emelést idén. Mi, akik többet keresünk valamivel, mi egyáltalán nem kaptunk semmit, és azért ők azért nem tudtak jelenleg eljönni, mert másodállásban dolgoznak, azért, hogy el tudják tartani a családjukat, és őket képviselem. Hát mindenképp szeretnénk változásokat elérni, és főleg béremelést. Engem meg csak egész egyszerűen felháborít az, hogy bármelyik réteggel bármit megtehetnek, és társadalmi szolidaritásból jöttem ki. Hát én nyugdíjas vagyok, szolidaritás, gyerekeim, unokáimnak a jövője miatt, tehát ha nem fogunk össze, akkor itt nagyon nehezen lesz kibontakozás. Tehát itt az a kulcskérdés, hogy mennyire tudunk szolidárisak lenni. Mit vél felfedezni a legnagyobb problémának a Magyar Postán? Nálam ott kezdődik a probléma, hogy jelenleg ezt nem kezeljük őket emberként. És ez engem eléggé felcsesz. Én sokszor azt érzem, hogy ez így megmaradt a szocializmusból, és azóta döcög tovább. Tehát egy ilyen vízfejűséget, egy ilyen nehézséget érzek sokszor. Nincs fejlesztés, vagy ha van, és az nem ránk vonatkozik elsősorban, és nem akarják a munkaerőt megtartani. Tehát ez egy olyan téma, amit most én nem mondhatok el. Főleg vezetési problémák vannak, ennyit még talán meg lehet. És mit gondol a Magyar Posta helyzete, az rosszabb, mint a többi vállalatnak, hisz most mindenhol gazdasági válság van. De én úgy gondolom, hogy alapvetően most a logisztikai központok, vagy a logisztikai vállalatok így a Covid óta nem feltétlen szerepelnek rosszul. Értem én a gazdasági velejárókat, hogy ugyanakkor szeretném megvilágítani azt a kérdést, hogy ha az állam annyira meg akarta volna tartani ezt az 1200 embert, akkor több pénzt csoportosított volna át a postásokhoz. Szerintem ez az egész egy ilyen megúszós manőver, mint az oktatás, vagy az egészségügy. Leépítik a bizonyos szektorokat, és a sajátjukat építik helyette. Országos szinten úgy gondolom, hogy a Magyar Posta, mivel a legnagyobb munkáltató, 1200 főn nem biztos, hogy érezhető lesz, de természetesen azok, akikre ez vonatkozik, ők nagyon sajnálatos, hogy ez megtörténik. Az nem kérdés, hogy természetesen fejlődnünk kell. Azt hiszem, hogy nem a gazdasági válsággal van a probléma. Nyilvánvalóan minket dolgozókat nagyon súlyosan érint, a vezetőség viszont nem úgy reagál, ahogy mi szeretnénk. Köszönjük szépen, hogy megnézted a videót, mára ez volt a Balzak, ha tetszett, dobj egy lájkot, és iratkozzál fel, és rúgd meg azt a csengőt! Sziasztok!